Tavaly évvégén rendezték Dubajban az ENSZ 28. éves klímatalálkozóját. A világ vezetői fontos kérdésekre keresték a választ a találkozón, ilyen a klímaváltozás elleni jövőbeli védekezések, a károk és enyhítési alapok feltöltése és annak megállapítása, hogy mi okozza a klímaváltozást. Ezekről is beszélt a Matthias Corvinus Kollégium rendezvényén Kovács Erik, az MCC klímapolitikai intézetének vezető kutatója. Ezek közül gyakorlatilag kettő teljesült. Az egyik az, hogy elkezdték feltölteni a károk és enyhítések alapot. Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kína is már ajánlott fel bele pénzt. Ez a fejlődő országoknak a klímaváltozás elleni védekezéshez ad támogatást. Másodjára pedig most volt az első olyan klímacsúcs, amikor hát kicsikét közvetve, de kimondták azt, hogy elsősorban a fosszilis energia kitermelés, illetve a fosszilis energia felhasználás okozza magát a klímaváltozást, illetve magát a hőmérséklet emelkedését, és most mondták ki először azt, hogy hosszú távon majd előbb vagy utóbb kivezetésre kerül majd maga a fosszilis energia a globális energiafelhasználásból. Zay Balázs, az MCC klímapolitikai intézetének vezető kutatója elmondta, eddig még egyik klímatalálkozón sem hangzott el, hogy a kőolaj és a szén felelős a klímaváltozásért. A megoldásokat is próbálták megtalálni a konferencián. Ha már kimondjuk, hogy mi a felelős, sokkal könnyebb megoldásokat is találni, amiből nagy vita is alakult ki, hogy ha mégis a szén-dioxid és az üvegházhatású gázok kibocsátása a felelős, akkor zöld technológiára kell állni, vagy javítani a meglévő technológiákat és kibocsátásmentessé tenni, mi a jövő. És ebben viszont nagy előrelépés történt. Zay Balázs hozzátette, nagy öröm volt nézni a klímacsúcson az Óbudai Egyetem kísérleti autóját, a Neumann H2-est, ami hidrogénnel üzemel. Mint mondja, most mindenki elektromos, akkumulátoros autókról beszél, de nem ez a kizárólagos technológia. Az energiát lehet hidrogénben tárolni, amely vagy villanymotorral megy, vagy hidrogént éget a meglévő motorok mintájára. Ebben magyar fejlesztések is vannak, ott vagyunk a világ élmezőnyében.